Hétfőn kezdődött meg az MTE 1904 nyári foci tábora, ami ebben az évben két héten keresztül működik, és rekordszámmal büszkélkedhet, hiszen összesen mintegy 100 gyermek jelentkezett az elfoglaltságokra. A főszerepet természetesen a foci kapta, azonban a pályán kívül is rengeteg programmal készültek a gyerekeknek. A focin kívül a szabad idejükben általában a különböző társasjátékokkal, a nagyobbak már kártyáznak, ezekkel ütik el az időt. Ugye nem mellesleg a labdarúgó világbajnokság is zajlik, így nagy tévén tudják követni az eseményeit. A tavalyi évhez hasonlóan a szervezők idén is készültek különlegességgel a gyermekek számára. A tervek szerint csütörtökön Pódersdorfba utaznak egy kis strandolásra, kedden pedig Budapestre látogattak, ahol megnézhették és körbejárhatták a Ferencvárosi Tornaklub stadionját, a Grupama Arénát. Pestre mentünk a Grupama Arénába, ott átvezettek a stadionon, és bementünk a múzeumba, és aztán pedig elmentünk az edzőpályájukat megnézni, aztán elmentünk ebédelni, és indultunk haza. Hogy érzitek magatok itt a táborban? Esetleg maradsz a második hétre is? Második hétre nem maradok, mert lesz programunk, de viszont nagyon jól érzem magam. A szervezők minden évben megpróbálják megújítani, színvonalasabbá varázsolni a tábort, új programokkal, kirándulásokkal megtölteni azt a két hetet, amit a gyermekek is nagyon élveznek, erre pedig remek bizonyíték a folyamatosan növekvő létszám. Reggel csocsózunk, aztán utána bemelegítünk, és utána játszunk. Volt több program is a héten, illetve még lesz is. Mesélj egy kicsit, hogy hol jártatok, mit csináltatok. A Fradi stadionjában jártunk, ott voltunk a Fradi múzeumában, elmentünk a Fradi shopba, és megnéztük a legexkluzívabb helyet a stadionban, és megnéztük még a hazai öltözőt. A számos program között a legérdekesebb dolog természetesen a stadionlátogatás. A tavalyi évben a Puskás Akadémia stadionját, idén pedig a Grupama Arénát nézhették meg a gyerekek. Ha sikerül megszervezni, a tervek szerint jövőre egy külföldi klub otthonába, esetleg Bécsbe vagy Dunaszerdahelyre is ellátogathatnak a fiatal focisták.